Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Jön egy újabb indie játék bemutató. Aki követ engem egy ideje, az megszokhatta, hogy egy időről időre egy-két indie játékot bemutatok, de nem mindegyiket, hanem azokat, amikre úgy gondolom legalábbis én, hogy érdemes belenézni, megkukkantani, igényesen van összerakva, vagy jó a története, vagy bármi ilyesmi. És vagy esetleg megkérnek, hogy mutassam be kifejezetten, és ha tetszik, akkor bemutatom. A lényeg az, hogy íme itt van Pamela. Mikor először megláttam a Pamelát, legalábbis a trailerét, úgy adták elő, mint hogyha valami epic action game lenne, de a dolog ilyen fura fordulatot fel. Valóban megláttam, anyád, de jó grafikája van, mert jó grafikája van, és a dolog egy ilyen fordulatot vett, és hát így elkértem a kulcsot, megkaptam, letöltöttem, bekapcsoltam, és erről kiderült, hogy ez nem egy akciójáték. Szóval így elkezdtem nyomozgatni, mi a fene ez a játék, és kiderül, hogy ez egy ilyen über brutal survivor, aminek a hangulatáról azt tudnám elmondani, hogy olyan, mint az Aliennek, a legutóbbi Aliennek a játéknak a hangulata, mint hogyha a Nostromo mászkálnál és próbálnál túlélni. Itt is vannak mondjuk ilyen fura zombik, meg robotok, és az egész arra megy ki, hogy egy ilyen jövőben játszódó történet, ami egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen szentélyszerű menedék helyen vagy, fölébredsz legalábbis, mindenki meg van halva körülötted, vagyis nem tudod, hogy hol vannak emberek, és meg kell próbálnod valahogy túlélni igazából, és az egész a szent, ebből a szentélyből indul, vagy nem is tudom, hogy nevezzem ezt a helyet, rá kell kapcsolj az áramra, tehát áramot kell generálj, ki kell juss belőle, és az egész egy ilyen nagyon komoly Survivor-be kapcsol át igazából. Azt hozzá kell tegyem, hogy a játék amúgy nem piskótáknak való, és nem ijesztegetés szintjére. Vannak ilyen megugrós pillanatok, de a hasra nem fogsz vetődni tőle. De abból a szempontból mondom, hogy ez a játék nem türelmetlen embereknek készül. Tehát én az agyamat, miután rádöbbentem, hogy ez nem egy akciójáték, hanem inkább egy túlélő survivor játék, így elkezdtem egy adott ponton kaparni a falat, mert nem erre számítottam, hogyha majd még egyszer nekivágok, és megpróbálok türelemmel hozzáállni a dolgoknak, és megkeresni a dolgokat, főleg mert az elején sötét van, aztán persze, amikor kiúsz, már fény van, egyre több fegyvered van, több képességekkel kezdesz el bírni, de addig iszonyat türelmesen kell hozzáállni a játékhoz, bujkálni kell az akciót, nem nagyon szabad keresni, amíg nem szerzel fegyvereket. Szóval eléggé érdekesen van kitalálva, hogy őszinte legyek. A játékot magán Steamen megtaláljátok, ha beírjátok, hogy Pamela a pontokkal elválasztva, akkor meg fogjátok találni mindenképpen. Szóval készüljetek fel, aki szereti az igazi kihívást egy gameben, és szereti a Survivor túlélős játékokat, akkor ezzel a játékkal nagyon-nagyon megkapja, amit keres, mert nem nagyon tudok, hogy odakint lenne olyan játék most, ami ezt a minőségi szintű gameplay tudja nyújtani. Utoljára ennyire jóval, az Alien-nel játszottam, ugye fel is dobtam a gameplayt YouTube-ra, az volt egy olyan játék, amihez úgy volt türelmem hozzájam, annak ellenére milyen lassú tempója volt, és a Pamela igazából ehhez emlékeztet. A másik nagyon durva hátulütője ennek a játéknak, hátulütő, pozitívum, negatívum, ki hogy látja, de az, hogy a játék nem ad túl sok információt a kezedbe. Szóval felébredsz, van egy ilyen tutoriál, az a tutoriálon végigmész, de itt túl sok információt nem ad, úgyhogy angol tudók előnyben, ha nem, akkor feljumpozz YouTube-ra és nézzel róla egy gameplayt, de amúgy elég nehéz. Ez az egyik nehéz pontja neki, hogy nem túlságosan akar információkat adni arról, hogy mi hány, merre, meddig, mit, hogy hogyan csinál. Éppen akkor jelent meg egy információ, hogyha elérsz ahhoz az adott ponthoz, ahol valamilyen feladatot kell csinálni. Ráadásul maga az egész hely, van egy labirintus, és iszonyat könnyen el lehet benne veszni. Még én magamnak sem sikerült teljesen végigvinni a játékot, igazából, de már a
készítők rámírtak, hogy hogy lesz, mi lesz, csinálsz róla bemutatót. Aztán mondtam, hát haverok, chill, mert igen, lesz, csak az embernek van magánélete is, meg nem éppen erre számítottam. Az igazság az, hogy csalódtam is, meg nem is, tehát csalódtam abban, hogy nem egy full jó kis akciójáték, mint ahogy a trailer bemutatta. Viszont kellemesen csalódtam abban, hogy mennyire egy igényes Survivor kategóriába eső játék, és mennyire jó grafikával van megcsinálva, de azt hiszem, hogy Unity Engine-el van megcsinálva, ha jól tudom. Na de mindegy, hogyha tényleg, hogyha oda vagy, szereted a Survivor-t, akkor érdemes esélyt adni neki, hogy őszinte legyek. A játék még alfa stádiumban van, ha jól tudom, de már meg lehet vásárolni Steam-en, úgyhogy ja, de tehát pont az lenne a lényege, hogyha mondjuk az Activision vagy az EA adnak egy ilyen játékot, akkor valószínűleg belekerülne 60 eurótba, ez csak belekerül 10, nem tudom, 11 font, az a lényeg. 11 fontnak megfelelő magyar pénzbe, és a level, ahol elkészítették a játékot, fel tud érni egy AAA kategóriás játékkal is. Reméljük a készítők a jövőben támogatják a játékot, de ettől függetlenül is egy pár órás nagyon jó kis kikapcsolódás, szórakoztatást tudna nyújtani. Srácok, ennyi lett volna röviden ez a játék, tényleg kellemes meglepetés, szóval a trailernek ne higgyetek, de annak igen, hogy egy nagyon komoly Survivor játékot fogtok kapni hozzá. Tetszett a videó, dobj egy lájkot, hagyj üzenetet, Facebookon, itt, Discordon, minden link a videó leírásában megtaláljátok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!